sziasztok! Ebben a videóban különböző kínos kérdésekre fogok válaszolni. Történt ugyanis a tavalyi év végén arra biztatlak benneteket, hogy a Facebookon keresztül küldjetek nekem különböző kompromitáló kérdéseket, olyan dolgok iránt érdeklődjetek, amik szerintetek engem, hogyha szembesülök velük, zavarba tudnak ejteni. Körülbelül 300 kérdés érkezett, ebből leválogattam az ismétlődő kérdéseket, úgyhogy ilyen 100-150 kérdés maradt a kis bugyorban. A legtöbb kérdés arra vonatkozott, hogy próbáltam-e már az anális szexet, voltam-e már édeshármas, és mit gondolok azonos neműek kapcsolatáról. Szóval ilyen kérdéseket küldtetek főleg, érdekes benneteket ezért a legjobban. Akkor egyébként felvettünk erről egy videót, válaszoltam 3 kérdésre, de ezt a felvételt nagyon későn kaptam meg, ráadásul hangosan volt túlságosan kiemelkedő minőségű, ezért arra gondolom, hogy elkészítem újra. Szóval ebben a tálkában van az összesen kérdés, amit ti feltettetek nekem, ebből fogok kiúzni 3-at, és erre 3-ra fogok nektek most válaszolni ebben a videóban. Kíváncsi vagyok, hogy mit sodor elém az élet. Nem is nézek oda. Itt van ő. A kérdés a következő. De izgi. Milyen szexuális segédeszközöket próbáltál eddig? Kérdezi Pete. Hát tulajdonképpen szexuális segédeszközt szexuális segédeszközt nem használtam még, megmondom őszintén, én nem vagyok híva az ilyen bilincsnek, meg kikötözésnek, meg hasonló extráknak, viszont volt egy eldurvult bulival előkerült egy mű fallosz, és az egyik lány ezt szívesen használta is, nem mennék bele a részletekbe, bár tudom, hogy benneteket az érdekelne a legjobban. Szóval volt egy ilyen buli, tehát hogy volt már közben szexuális segédeszköz, de az, hogy ezt használjam, ez nem annyira izgatja az én fantáziámat. Sorry. Jöjjön a második kérdés. Zsebibaba kérdezi azt, hogy vannak-e a képeim, csináltam-e már ilyet? Hát nyilván minden ember kíváncsi arra, hogy hogyan néz ki aktképeken, tehát hogy vannak aktképeim, vagy hát csináltam már magam aktképeket, azokat kitöröltem. Rögtön nehogy kikerüljön illetéktelen kezekbe. Illetve hát, hogy azon gondolkozom, hogy készült-e már intim helyzetben rólam fotó, de hogy nem igazán készült még ilyen kép rólam, se videófelvétel. Lehet, hogy elég uncsi vagyok ebben a kérdéskörben, nem? A harmadik kérdés következik. Ez több együtt. Dia kérdezi. Mennyire élvezed a vadszexet, szereted-e a hajbatúrást? Hát én megmondom őszintén, hogy nem vagyok egy ilyen nyomogós, simogatós típus, úgyhogy élvezem a vadabb dolgokat, és a hajbatúrás az egyébként kifejezetten az én örömhet szolgálja. Egyébként ugye a Szigor című sorozatomban a Szigor nevű karakter is szereti elég jó, hogyha a fejbőrét kaparják, karmolják. Ez rám is valamennyire vonatkozik, szóval abszolút szeretem a hajbatúrást, és hát nincs semmiféle kivetnivalóm a vadabb szex ellen. Bármit gondolunk vadabbnak. Szóval így ütni, verni az nem annyira. De egyébként így meg más, meg így tempó, meg ütem, meg vadság az így jöhet. Na jó, legyen még egy plusz kérdés, mert ezek elég lájtosak voltak, hát nem tettetek ki annyira magatokért. Igen, akkor ez a kérdés. Ez ki is van nyitva. Fizettél-e szexért valakinek? Kérdezi anyagias. Fizettem-e szexért valakinek? Hát úgy, hogy prostit felbérelni és felhívni a lakásra, úgy nem fizettem senkinek szexért, de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy egy meghívás, vagy egy éjszakás kaland előtt az annak számít, akkor igen. De mondjuk nem vagyok ilyen ajándékvásárlós típus, szóval, hogy tudom, hogy nagyon sokan elvárják azt, hogy ajándékot kapjanak a párjuktól, meg hogy nem tudom, milyen értékes dolog, meg olyan. Én nem vagyok ilyen. Én sem várom el egyébként ezt senkitől, hogy nekem vásárolgasson össze-vissza bármit, úgyhogy én sem nagyon vásárolgatok így össze-vissza bármit. Nyilván kis ajándékok azok okék, de mondjuk új iPhone, meg új laptop, meg nem tudom micsoda, az nem az én világom. Tehát, hogy azt az ember mindig keresse meg magának a rávalót, azt gondolom. Nem vagyok egy ilyen ajándékozós típus, és nem fizetek szexért sem általában. Fizessenek nekem. Na, akkor legyen egy ötödik is. De egészen belejöttem. Volt-e már arra példa, hogy belementél egy szexuális kapcsolatba csak azért, mert a másik akarta? Kérdezi Médi.
Arra volt már példa, hogy valaki velem akart elveszíteni a szüzességét, és ezt így eléggé súlykolta belém, hogy én legyek az, aki elveszi az ő szüzességét, de olyan még nem volt, hogy valakivel csak azért menjek bele szexuális kapcsolatban, mert hogy ő ezt akarta volna, és ezt fordítva sem várom el. Tehát, hogy nekem tök fontos az, hogy a két ember egyformán legyen oda egymásért, akár csak szexuál van szó, vagy akár párkapcsolatról van szó. Úgyhogy én nem vagyok egy ilyen akaratos típus, és más akaratának sem hódolok be, úgyhogy nem volt még nagyon ilyen történetem, amikor így csak azért csináltam volna, vagy a másik akarta. Na jó, jön egy utolsó, és akkor dupláztam a hármat, jó? Itt van egy. Összehajtogatott. Mit gondolsz a swingerről? Kérdezi Mem. Azt gondolom a nyitott kapcsolatokról például, mondjuk azt, hogyha egy kapcsolat úgy nyitott, hogy bevesznek egy harmadik félt, vagy pedig párcseréje történik, hogyha ez a párnak nem rombolja az érzelmi életét, akkor miért ne próbálja ki azt, hogy milyen mással szexelni. Szóval, hogy az, hogy a valaki valakinek a párja, az nem azt jelenti, hogy szexuálisan csak neki képes odaadni magát, vagy csak ő okozhat neki örömet. Szóval, hogyha fel akarja valaki pezsíteni az életét, én nem ítélem el azokat, akik nyitott kapcsolatban élnek. Mondjuk én nem feltétlenül tudnám azt elnézni, hogy az én páromat valaki más is kényeztesse. De nem ítélem el a nyitott kapcsolatban élőket, ezáltal a swingerezés sem ítélem el. Én nem hiszem, hogy valaha a swinger klubba fogok kikötni. De hogy abszolút értem azt, aki ezt csinálja, és akinek ez tetszik, vagy aki ezt élvezi. Oké, ennyi lett volna ez a kis videó, hát azt hiszem, hogy nem sikerült zavarba ejteni. Vagy igen? Írjátok meg kommentben, mit láttatok az arcomon, hogyha azt mondjátok, hogy sikerült, akkor én azt elfogadom, de hogyha azt mondjátok, hogy nem sikerült, akkor különböző hasonló kérdéseket esetleg küldhettek nekem, próbáljuk meg, hát az zavarba tudtok ejteni. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan újabb, érdekes, izgalmas és szuper szexi videóval érkezem.